Jó formában és jó eredményekkel zárta az őszi szereplést férfi kézilabda csapatunk úgy a bajnokságban, mint a kupasorozatban. Az NB1-ben közvetlenül a nemzetközi kupaindulást jelentő 5. hely után tanyáznak Csoknyai Istvánék, és a 6. helyen várják a tavaszi folytatást. A Magyar Kupában pedig 8. döntőt érő eredményt hozott Puttonyában a Mikulás december 6-án, pedig a Carbonex Komló, bár tartalékosan érkezett a budakalászi sportcsarnokba, nem adta ajándékba a sikert a hazaiaknak. A két csapat legutóbbi találkozóján Komlón 2 góllal tudott nyerni a Kalász még szeptemberben. Ez a bajnoki vereség fűtötte a vendégeket a visszavágásra. Nézzünk bele kicsit hosszabban, hogyan is alakult a 6. Magyar Kupa mérkőzés Budakalászon, kezdésként rögtön egy hazai góllal. Mint a bejátszásból is látható 3 gólból kiderült, fokozatosan építette föl előnyét a fehérmezben játszó Budakalász az első félidőben. A vendégeknek meggyűlt a bajuk Tóth Mihály kapussal. Thank you.
Szegény embert az ág is húzza mondás jutott eszünkbe, amikor a komlói kapust Merkovszky Pált fejbe dobták. A kézilabdában viszont ez benne van, mint ahogy az is, hogy az első félidőt 16-8-ra nyerte a hazai csapat. A budakalásziak a második félidőben ismételtek és újra 16 gólt lőttek. A komlói fiatalok lelkes játékának köszönhetően azonban Tóth Mihály kapusnak 21-szer kellett maga mögé nyúlnia a labdáért a második félidőben, és ezt a meccs utáni sajtótájékoztatón szóvá is tette. Két ellentétes félidőt játszottunk. Első félidő azt mondom, hogy tényleg jó volt, a második félidőben nem tudom, mit csinálunk, mert több meccs volt, hogy nem akar összejönni, erre kell valamit kitalálnunk. A második félidő kezdete után felváltva potyogtak a gólok, ahogy mondani szokták, nem volt idő gólörömre. A vereség ellenére sem volt elégedetlen a vendégek vezetőedzője. Először is gratulálok a Budakalászon a továbbjutáshoz és az őszi bajnoki szereplésükhöz. A mérkőzésén bízok benne, hogy a hazai csapatnak is szolgálta a felkészülését nekünk, még a nagyon rossz időpontban is volt, de tudtunk belőle hasznot húzni. Az első, ugye otthon maradott játékosaink voltak, négy alapemberünk, de az első fél időben tudtunk olyan dolgot gyakorolni, amit szerettem volna. A második fél időben pedig folytattuk azt, amit elkezdtünk Veszprémbe, hogy a fiatal sornak, az ifi sornak lehetőséget adunk, és egyre jobban próbáljuk őket építeni. Nekem tetszett megint az, hogy ők hozzáálltak ahhoz a kiló és centiméter különbséghez, amivel rendelkezünk, illetve megjelent a pályán.
Örülök neki, hogy sérülés nélkül telt el ez a 60 perc, és további sok sikert kívánok a Budakalászon. Bár a mérkőzésen akadtak kemény jelenetek, a meccs egyébként sportszerű volt, mint ahogyan a sajtótájékoztató nyilatkozatai is. A Carbonex Komló játékosa csatlakozott vezetőedzője mondataihoz. Én is gratulálok a Budakalásznak a továbbjutáshoz és a győzelemhez is. Amit a Gyuri is mondott, hogy célunk az, hogy pihentetni volt pár játékos gyakorlás szempontjából. Az is a célunkat kiszolgált, úgyhogy nekünk a hétvégi mérkőzésre való felkészülés volt a legfontosabb. Igazából gratulálok a csapatnak, fiataloknak, mindenkinek. Egész jó hájtáltunk, tudtunk gyakorolni, úgyhogy további sok sikert a Budakalásznak. A többször említett gyakorlás a következő, akkor még hátralévő bajnoki meccsre szólt, amit a Komló azóta sikerrel vett, és az is ismert, hogy a Kalász is helytált Szegeden. A december 6-ai kupameccs után azonban a hazaiak szakvezetője érthetően elégedettebb volt a látottakkal. A Szájeb ezzel a mérkőzéssel is bizonyította, hogy jó teljesítményre képes a kalászi katlanban. A fiúk teljesítették az első számú célt, a továbbjutást. Először is gratulálok a csapatomnak a továbbjutáshoz, ez volt az első számú célunk. Én azt gondolom, az első félben még jó kapus teljesítménye, jó védekezéssel, jó kézlabdát játszottunk. A második fél időre már ez nem igazán volt igaz, ez az állítás. Így, hogy a Gyuri mondja, bejöttek a fiatalok, és kimondottan szellemesen, ügyesen kézlabdáztak. Talán egy picit le is becsültük őket, talán nagy volt az előny, és nem vettük annyira komolyan a második fél időt, és nem a mi szánk íze szerint alakult. Ennek ellenére az első célunk, hogy természetesen tovább jussunk, az megvan, sikerült. Hát ahogy a Gyuri említette, hogy a felkészülésünket szolgálja, én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy nem. Tehát Szegeden sokkal koncentráltabb játékot kell játszanunk, hogyha egy szoros mérkőzést szeretnénk. Hát természetesen nem győzni megyünk Szegedre az utolsó fordulóba, de szeretnénk egy tisztességesen befejezni a bajnokságot. Én is sok sikert kívánok a Komlónak. Nagyon nehéz, látjuk minden mérkőzés, próbáljuk meg bennmaradni. Yeah, I think we're going to go to the next one.
Ezúttal tehát a Kalász felülmúlta a Komlót 32-29 arányban, kiharcolva ezzel a tovább jutást a Magyar Kupában. A következő hazai meccsre egészen 2024. február 10-éig kell várni, amikor bajnoki találkozón ismét a Komlót fogadják majd a hazaiak a budakalászi sportcsarnokban. A csapatoknak jó pihenést, majd felkészülést kívánunk a tavaszi szezonra. És persze, hajrá Kalász!